szülőtartás nem csak a rászoruló szülő, akár egy intézmény is indíthat pert. Kerékpárút építés, több mint 1,5 milliárd forintból épül 8 kilométeres szakasz a Kállói úton. Egyre több a szülőtartással kapcsolatos per. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A szülőtartás már több évtizede létezik, azonban csak az alaptörvény által került előtérbe. Az ezzel kapcsolatos per során több fontos szempontot vizsgál a bíróság. Szülőtartás iránti pert nem csak a rászoruló szülő, hanem akár egy intézmény is indíthat. A szülőtartás több évtizede létezik, azonban a jelentőségét az alaptörvény nyomatékosította. Az alaptörvény tartalmazza, hogy a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szülőjéről gondoskodni. A bírói gyakorlat azonban az, hogy ezt nem kell alanyi jogként értelmezni, ugyanis az alaptörvényt a polgári törvénykönyv rendelkezéseivel együttesen kell értelmezni. Ahhoz, hogy egy szülő a gyermekét eredménnyel perelhesse, az kell, hogy ő önhibáján kívül legyen rászorult, és a korábbi években nem tanúsított olyan kirívóan, súlyosan kifogásolható magatartást a gyermekével szemben, a nagykorú gyermekével szemben, ami őt érdemtelenné tenni erre a tartásra. Ezekben a perekben vizsgálják, hogy a szülő milyen magatartást tanúsított a gyermekével szemben, illetve hogy érdemes-e a tartást díjra. A törvény lehetővé teszi, hogy a szülőtartás iránti pert nem csak egy szülő indíthatja el a gyermekével szemben, hanem egy intézmény is. 2016 nyár óta van arra lehetőség, hogy ha egy idős szülő valamilyen szociális intézménybe kerül, akár önszántából, akár egészségügyi állapotánál fogva, és a jövedelme nyugdíja nem fedezi azt a térítési díjat, ugye, amit az adott intézmény meghatároz, akkor amennyiben az intézmény nem tud megállapodni a gyermekekkel, hogy pótolják ki a hiányzó összeget, akkor bizony ez az intézmény beperelheti azokat a gyermekeket, akik egyébként tartásra lennének kötelesek a jogszabály alapján. A szülőtartás mértéke nincs fix összegben meghatározva. A PEL során vizsgálják, hogy a tartásra kötelezett gyermek milyen körülmények között él, illetve hogy van-e saját kiskorú gyermeke, hiszen a kiskorú gyermek tartása mindig első helyen áll. Egy 6. emeleti lakásban keletkezett tűz kedd délután, majd tovább terjedt a 7. emeleti lakás erkélyére is Örökösföldön a Fazekas János téren. A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az épület több szintjét is ki kellett üríteni. Több sérültet is kórházba szállítottak a lakásból. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak több település tűzoltói, több vízsugárral oltották el a tüzet, jelenleg az épület átszellőztetése van folyamatban. Egy súlyos, illetve veszélyes sérültet a mentők kórházba szállítottak, illetve további 11 sérültet ápolnak a mentők. 1 milliárd 600 millió forintból épül a Kállói úti kerékpárút Nyíregyházán. Márciusban egyszerre 5 helyen kezdtek kerékpárút építésbe a megyeszékhelyen. A Kállói út 3 szakaszát is érintik a munkálatok, a vasúti átjáró és az építő utca közötti, a Lujza és a Bogyó utca, valamint az Áfonya és a Csárda utca közötti szakaszt is. Javában zajlanak a munkálatok itt a Kállói úton, egy ideje már csak 30 km/h sebességgel közlekedhetnek az autósok ezen a szakaszon. A projekt előkészítő tevékenysége még tavaly ősszel, a kivitelezési munkálatok pedig idén márciusban elkezdődtek. A beruházás várhatóan július legvégére befejeződik. A projektnek köszönhetően összesen 8 km kerékpárút épül. Csak is kizárólag a kerékpárútnak a kivitelezési költsége az meghaladja a 1,5 milliárd forintot, és ezen felül ugye vannak még előkészítési tevékenységek, tervezés, műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság, ami ugye tovább növeli, tehát 1,6 milliárd forintból ez a projekt rész, ez annyiból valósul meg. Nyíregyháza közigazgatási határain belül jelenleg 63 km hosszú a kerékpárút. Ha a Kállói úti beruházás elkészül, a biciklisek már több mint 70 km-es távolságon tekerhetnek a megyeszékhelyen. Egy újabb szakasz van előkészítés alatt, amivel, hát hogyha minden rendben lesz, akkor évvégére meg fogja haladni a 80 km-t a kerékpárútnak a összes hosszúsága Nyíregyházán. A közlekedési korlátozások várhatóan július végén megszűnnek ezen a szakaszon, addig is kérik a gépjárművezetők türelmét és fokozott figyelmét, a gyalogosok pedig csak a kijelölt szakaszokon közlekedjenek.
A tervek szerint a biciklivel közlekedők még a nyáron használatba is vehetik az új kerékpárutat. Az Európai Unió válságban van. A Brexit mellett a változások és az azokra adott reakciók jelentik a legnagyobb kihívást az Egyesülés számára. Többek között erről is beszélt Habsburg György hétfő este Nyíregyházán. A 2019-es európai parlamenti választások nem csak arra adnak lehetőséget, hogy az előző időszakok munkáiról és elért eredményeiről beszámolhassanak a politikusaink, hanem arra is, hogy a szavazók vélemény nyilvánítsanak a jövőt illető tervekről és a szükséges reformokról. Lélia Nagykövet. Habsburg György legutóbb gyermekként édesapjával a trónörökös Habsburg Ottóval járt Nyíregyházán, így nem csoda, hogy kisebb tömeg fogadta a hétfői pódium beszélgetésen. A Rotary Klub által szervezett találkozón szó volt többek között a Habsburgok Magyarországhoz fűződő viszonyáról, illetve arról, hogy egy ilyen múltú történelmi család hogyan tud beilleszkedni a 21. században. Nagyon jó gondolom, hogy sikerült, mert hát volt nekem egy példamutató édesapám, aki megmutatta, hogy mi egy ilyen családnak a feladat a 21. században, és hála Istennek nagyon sok idő volt velünk, mert hát az édesapám végül halt meg, hát amikor 98 éves volt, és volt nekem az idő sok idő vele tölteni. Ezért gondolom, hogy elég jó voltam előkészítve. Habsburg György a beszélgetésen elmondta, 1989-ben költözhettek haza Magyarországra, akkor kezdett el magyarul tanulni, majd a 90-es években elinduló kereskedelmi televíziózással foglalkozott, végül pedig diplomáciai pályára lépett. Jelenleg számos közéleti eseményen vesz részt, és bár aktívan nem politizál, a véleménye megvan a világról, valamint az Európai Uniót érintő kérdésekről is. Az Európai Unió válságban van. Ezt gondolom, hogy elég látható. Brexit, hát ez egy végtelen történet, ahol remélem, hogy valamikor egy döntés fog születni, de az Európai Unió keményen ezzel kell foglalkozni, milyen változások történnek Európai Unión belül a jövőben. Nem rossz, amit az Európai Unió tud megmutatni, mert hát amikor kezdődött az Európai Unió működni, tudunk, hogy milyen állapot volt az európai kontinens. Az Európai Uniónak sikerült békés biztonságot felépíteni ebben a kontinensben, hát igazán ebben a kontinensben békés biztonságban élünk, de hát reformok kell, hogy jobban lehetne megmutatni, mit sikerült az Európai Uniónak tenni. Ebben az évben európai parlamenti választások lesznek, és ez a választási idő, ez egy olyan idő, ahol a politikai pártok és a politikusok hát meg kell mutatni, hogy mit csináltak az Európai Parlamentben. Az utolsó magyar király unokája hozzátette, reméli, hogy a választási kampány nem csak belpolitikai és pártpolitikai csatározásokról fog szólni, hanem az uniós tervekről, reformokról és azokról a beszámolókról, amit az elmúlt ciklus eredményeiről kapnak a hazai választópolgárok. Második alkalommal nyújtotta be előterjesztését egy rendészet működtetésére a Jobbik Nyíregyháza önkormányzatához. Szerintük így növelhető a város lakóinak objektív és szubjektív biztonságérzete. Lengyel Máté, a párt önkormányzati képviselője kiemelte, ha valóban tartani kell a migrációtól, akkor ez egy elengedhetetlen lépés, hiszen a rendészet tagjai magas szinten képzett, vizsgázott személyek lennének. Terveink szerint 60 fővel alakulna meg 2020. január 1-től az önkormányzati rendészet, január 1-ével kezdhetné meg a működését, addig viszont a személyi állományt kell kiképezni, a rendelet, az önkormányzati rendeleteket kell módosítani, illetve amit még szeretnénk, illetve az előterjesztésben is megfogalmaztam, hogy egy rendészeti bizottságot állítson fel Nyíregyháza önkormányzata. Már 30 ezer aláírást összegyűjtött a Mi Hazánk mozgalom, így hivatalosan is bejegyzett párt a május 26-ai európai parlamenti választásokon. Apáti István, a párt országgyűlési képviselője elmondta, jelenleg 95%-os társadalmi támogatottságot élvez az a programjuk, amely módosítaná a felzárkóztatási programok finanszírozását. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja egyértelmű, és úgy hiszem, hogy mindenki számára könnyen megjegyezhető. A tanulás és a munka révén kívánjuk felzárkóztatni a magyarországi cigányságot, nem pedig azzal a elmúlt évtizedekben teljesen értelmetlenné vált módszer, hogy több százmilliárd forintot dobálunk a cigány felzárkóztatás feneketlen kútjába.
A világ 17 országából több mint 50 tengerbiológus érkezett a Nyíregyházi Állatpark konferenciájára. A cápákkal foglalkozó háromnapos eseménye nem csak elméleti, hanem gyakorlati foglalkozásokon, például cápa befogáson és bódításon is részt vesznek a kutatók. Pusztán az úszásuk is méltóságot sugározott cápáknak. Ezek a példányok a Nyíregyházi Állatparkban élnek. Nap mint nap rengeteg szempár szegeződik rájuk, szerdáig azonban nemzetközi szakemberek is figyelik őket. A világ 17 országából a városba érkezett több mint 50 tengerbiológus, akvarista, állatorvos és specialista egy konferencia keretében mutatja be és osztja meg egymással. Például azt, hogy mit lehet kezdeni az emberi környezetben élő cápákkal, milyen körülmények között kell tartani őket, vagy hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk. Bár a cápáké egy nagyon különleges fajcsoport, olyan konferencia, ami csak cápákkal foglalkozik, kevés van a világon. Így minden szempontból különleges és fontos, hogy itt minden program és szakember csak a cápákkal foglalkozik. Az állatkertek számára fontos, hogy minél finomabban és sérülésmentesebben kezeljék a náluk élő állatokat. Kimondottan ezért fejlesztenek különleges és egyedi technológiákat és eszközöket, például a befogásra. Ilyen eszközök például, amik az utóbbi években elterjedtek, a gumihálók. Ez hasonlít egy normál halász hálóra, csak az egész gumiból készül, rugalmas, nem vágja el az állatot, illetve hogy az állat mozog benne, nem okoz sérülést rajta. A másik ilyen nagyon fontos eszköz, ez a PVC, átlátszó PVC cső. Gyakorlatilag ebbe, mint egy csapdába szoktuk beterelni a kisebb-nagyobb cápákat, és attól kezdve, hogy ő benn van ebbe a csőbe, attól kezdve oda visszük magunkkal, ahova szeretnénk. A csőben lehet már kábítani az állatot, például egy orvosi beavatkozás előtt, és nem sérül meg az egész folyamat során. A három nap alatt nem csak elméleti foglalkozásokra, úgy mint előadásokra és tanulmányok bemutatására, hanem gyakorlati munkára is sor kerül. A sóstózó munkatársai bemutatnak egy cápa befogást, illetve a résztvevők megnéznek egy bódítást is, ami elengedhetetlen az állat gyógykezeléséhez. A beavatkozás során használt módszert egyébként korábban egy barna cápa műtétjénél már használták a nyíregyházi szakemberek. Az állatpark igazgatója az esemény kapcsán a náluk folyó tudományos munka jelentőségét hangsúlyozta. Az egyszeri látogató úgy gondolja, hogy az állatkertnek csak az a feladata, hogy szórakoztasson. Ugye bejönnek a vendégek, jól érzik magukat. Ez egy fontos dolog, de nekünk nagyon fontos küldetésünk a tudományos munka, tudományos háttérmunka, meg az, hogy a ránk bízott állatokat úgy tartsuk, hogy azok az utókor számára is láthatóak legyenek majd. Reprodukálni kell a jövőt. Ha már az ember nem képes a szabad természetben sok állatfajt megőrizni, megmenteni, egyszerűen azért, mert kiszorítja az élettérből, akkor legalább minőségi állatkertekben tudjuk biztosítani ezeknek a fajoknak a túlélését. És hát az akvarisztika egy nagyon rejtelmes, csodálatos világ. A tenger óceánjai, az az igazság, hogy nagyon nagy bajban vannak. Mint az igazgató kifejtette, az ember néhány évtized múlva teljesen lehalássza az óceánt, és már most vannak olyan fajok, amelyek nem bírnak lépést tartani a halászattal, nem tudják reprodukálni magukat, több millió cápát pedig az uszonyáért ölnek meg. A Helló Nyíregyháza programsorozattal kezdetét veszi a turisztikai szezon a megyeszékhelyen április 26-án. Az elmúlt években folyamatosan bővült a programkínálat, így ma már egy ifjúsági hét is kiegészíti az eseményt. A sport és kulturális programok mellett prevenciós előadások is várják a fiatalokat április 25-én egy konferencia keretein belül. A 26-án kezdődő programsorozat nagy részt a diákparlament javaslataiból állt össze, akik idén is aktívan kivették részüket a 8. Helló Nyíregyháza szervezéséből. Ez az elmúlt évben is nagyon kreatív, aktív módon történt, és sikeres volt a visszajelzésekből, ezt most már tovább vittük, úgyhogy a mostani Helló Nyíregyháza programjába is beépültek a fiatalok javaslatai, de hát emellett, hogy lesz Ifjúság utca, Kőm-sziget, Civil-sziget, Tavasz utca, tehát számtalan 9 helyszín, és a 9 helyszínek nagy részében a fiatalok is remélem ugyanolyan nagy számban ott lesznek, mint az elmúlt években.
Bejutott a női röplabda extraliga döntőjébe a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttes az elődöntő 5. mérkőzésén 3-1-re legyőzte a Békés Csabát, így 3-2-es összesítéssel került be a fináléba. A döntőben a Vasas Óbuda lesz a nyíregyháziak ellenfele. Ebben a szezonban a bajnokságot és a kupát tekintve már 10. alkalommal találkozott egymásra a két együttes. A tét a bajnoki döntő volt, és az első negyedet magabiztos játékkal 15-re nyerte a Nyíregyháza. A második szedben végig fejfej mellett haladtak a csapatok, végül a Békés Csaba 27-25-tel egyenlíteni tudott. A harmadik játékrész is végig izgalmasan alakult, de ezúttal a hazaiak örülhettek, mivel a vendégek csak 22 pontig jutottak. A negyedik játszma elején ellépett ellenfelétű Hollósi László együttese, amely jól gazdálkodott előnyével, így a Békés Csaba hiába küzdött, a mérkőzés 3-1-jel, a párharc pedig 3-2-vel a Nyíregyházáé lett. Az első játszmát hál' Istennek nagyon szépen kezdtük, tehát nagyon demonstratívak voltunk. A második játékban egy kicsit megakadtunk, de aztán sikerült ezen túllépni. Tényleg minden játszma nagyon szoros volt, minden játszma nagyon kiélezett volt. Tényleg csak akkor tudtuk elhinni, illetve gyakorlatilag mostanra kezd tudatosulni, hogy mekkora dolgot cselekedtünk. Ott a lefújás pillanatában az első gondolat az volt, hogy na végre, hogy vége, mert azért ez már egy idegörlő összecsapás volt. A Fátum Nyíregyháza 2018 után ismét bejutott a bajnoki döntőbe, ahol a Vasas Óbuda vár a tavalyi ezüstérmesre. Egy döntő az egész más kávéház, ha lehet így mondani. Érdekes lesz, ugye mi nyilván most egy sorozat mérkőzésből érkezünk, a Vasas csapata meg úgymond csak erre a döntőre készülhetett rá. Náluk van a pályája előny, egyáltalán nem lesz egy könnyű összecsapás, de ha már itt vagyunk a döntőbe, akkor meg kell ragadni a lehetőséget, és úgy kell fölállni, hogy tényleg akkor nem elég az, hogy csak megpróbálni, hanem tényleg úgy álljunk ebbe az összecsapásba, hogy higgyünk abba, hogy ezt a bajnoki címet be lehet húzni. Tisztességgel föl kell készülni, és utána meglátjuk, hogyha a lányok mindent kihoznak magukból, akkor idézőjelbe teszem, és ezt ne tessék most félreérteni, akkor az eredmény csak másodlagos, de tényleg fel fogunk készülni becsülettel, és tényleg olyan elánnal akarunk belemenni ebbe a mérkőzésbe, hogy nyerni akarunk, úgyhogy kellő izgalommal várjuk ezt az összecsapást. A döntő első meccsét a kiírás szerint húsvét hétfőn rendeznék, aztán két naponta követnék egymást a mérkőzések. Mivel az országos sportcsatorna több találkozót is közvetíteni akar, egyelőre még nem végleges a finálé programja. Április 20-án szombaton 10 órától rendezik meg a Nyíregyházi Városi Stadionban a hagyományos, immár 28. nyuszi futást. A résztvevők 400 és 800 méteres távon állhatnak majd rajthoz. Ahogyan az megszokott, a szervezők különböző kiegészítő programokkal, többek között tojásfestő és tojás elkapó versennyel, valamint nyuszi simogatóval is várják a családokat. Az óvodásoknak, az általános iskolásoknak, alsó tagozatnak, felső tagozatnak szintén külön indítunk számokat 400 méteren, és természetesen a családi futást is beütemeztük, ezt is nagyon szeretik a résztvevők, ugyanúgy, mint ahogy a nagyfűves pályán, a center pályán a tojás kapó verseny, hiszen a nyers tojás dubáló verseny van, és itt is nagy harc van, általában 30-40 család vesz ezen részt, ugrálóvárat is hoztunk most, mivel jó az idő, tehát korábban azért elég hűvös időkbe bonyolítottuk a nyuszi futást, és most az ugrálóvár is várja a gyerekeket. Itt lesz a Tapsi Express, ez is óriási népszerűségnek örvend, hiszen 4 kört fog megtenni a Tapsi Express, a cukorágyú is szintén beüzemelésre kerül. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Egyre több a szülőtartással kapcsolatos per a megyénkben is. A szülőtartás intézménye már több évtizede létezik, azonban csak az alaptörvény által került előtérbe. Az ezzel kapcsolatos per során több fontos szempontot vizsgál a bíróság, azonban a keresetet nem csak a rászóló szülő, hanem akár egy intézmény is elindíthatja.
Márciusban kezdődött az a kivitelezési hullám, aminek köszönhetően több mint 1,5 milliárd forintból épül újabb 8 kilométeres szakaszon kerékpárút Nyíregyházán a Kálói út szakaszain. Július végére így összesen 70 kilométeren közlekedhetnek biztonságosan a biciklizők, de év végére a megyeszékhely közigazgatási határain belül épülő szakaszokkal ez a szám eléri majd a 80 kilométert. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 16-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda reggelig többnyire gyengén felhős idő várható, majd délutántól erősen megnövekszik a felhőzet. Kis eséllyel akár zápor is előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 Celsius fok körül alakul. Délutántól kettős fronthatás terheli szervezetünket, emiatt sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás. Szerda estig közepesen is erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, zápor előfordulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.